Szervusztok! A mai videó témája az lesz, hogy ma Magyarországon meg lehet-e élni a YouTube videózásból. Erre azért is szerettem volna sort keríteni, mivel a legutóbbi YouTube-os videóm óta, amit ide fellinkeltem is, sokan kerestetek meg e-mailben vagy privát üzenetben, és kérdeztétek, hogy ebből mennyit lehet megkeresni, meg lehet-e ebből élni, vagy tanácsot kértetek, hogy kezdő videósként mit tudok tanácsolni abban, hogy milyen eszközöket szerezzetek be, illetve hogy mennyit érdemes ebbe belefektetni időt, energiát, hogy megtérül-e ez. És akkor gondoltam, hogy ezt most így gyorsan egy ilyen videótutoriál formájában így megosztanám veletek, amire később fogok tudni majd hivatkozni is, és beteszem a többi tutoriál videóm közé. Azt hozzátenném, hogy én is ezt folyamatosan tanulom, szerzem az újabb tapasztalatokat, úgyhogy lehet, hogy mondjuk pár hét vagy hónap múlva már másképp tudnék erről vélekedni, de ezeket majd én is folyamatosan frissítem, és majd megosztom veletek, hogy ezáltal hozzásegítsek még több kezdőt, vagy esetleg olyanokat, akik érdeklődnek az információ szerzéshez, és ahhoz, hogy esetleg boldoguljon ezen az elég kusza területen, amit YouTube-nak hívnak. No, hát akkor a fő kérdés, hogy meg lehet-e ma élni Magyarországon a YouTube videózásból. Van egy rövid válaszom, mégpedig az, hogy nem nagyon. A hosszú válasz pedig most következik. De azért azt hozzátenném, hogy én nagyon bizakodó vagyok a jövővel, illetve a jövőt tekintve, de ezt majd a videó végén kifejtem, hogy miért is. Na, de hát nézzük azt, hogy miért mondtam azt, hogy nem nagyon lehet ebből megélni, illetve akik arra gondolnak, hogy na majd ebből fognak dőlni a milliók, és majd ebből fogja eltartani magát, és majd később a családját, az miért is ne így álljon hozzá ez az egészhez, és ne így gondolkozzon. Most azt már párszor elmondtam, hogy ha YouTube-on videózni akarsz ma, akkor alapvetően ne a profit motiváljon, mert akkor az hosszú távon ugye el fogja rontani a hangulatodat, tényleg egy olyan munkának fogod érezni, ami majd kihatahat a kreativitásodra, és ezáltal a videóidra, és akkor utána a nézők se úgy fognak hozzáállni, nem lesz annyi néző, stb. Tehát ez az egyik része. A másik része az, hogy ténylegesen ma Magyarországon így a top 100 csatorna, ugye így a 100. csatorna egy ilyen 10 000 feliratkozó körül van, a legnézettebb csatornák pedig 100 000 és 150 000 között mozognak, tehát ez így az intervallum, amiben ma mozog, és azért azt el tudom mondani, hogy ez így szép fokozatosan bővül, naponta egyre többen iratkoznak föl, és találják meg a YouTube-ot, találják meg ezeket a videósokat, és találják szórakoztatónak ezt a szolgáltatást, úgyhogy azt kell mondjam, hogy fejlődik folyamatosan ez a lehetőség, és a Google is egyre több potenciált lát ezáltal ebbe, és ami még fontosabb, hogy a hirdetők is, és most csak így ebből a szempontból vizsgáljuk meg ezt az egészet, hogy bevételszerzés videósokként. A legnagyobb csatornák, így nézegettem a videóikat, és így hébe-hóba így mondtak erről infókat, azt hozzá kell tennem, hogy YouTube partnerek, illetve partnerek nem tehetnek közzé információkat, illetve konkrét adataikat a bevételeikkel kapcsolatban, úgyhogy ezt szerződésbe alá is írták, úgyhogy ezért nem mondhatok én se konkrét számadatokat, se és mások se fognak. Viszont hébe-hóba jöttek ilyen információk, hogy átlagban egy jobb, sikeresebb csatorna, akinek már olyan 30 000 fölött van feliratkozó tábora, hát havonta átlagosan mondjuk egy olyan minimál bér vagy az alatti összeget tud megkeresni, és ezzel kell számolni mindenkinek. Tehát amikor a legsikeresebb csatornák is ilyen pár 10 000 forintot keresnek meg maximálisan havonta, abból jelenleg most senki nem fog tudni megélni. Esetleg a rezsit befizetik, vagy vesztek kaját belőle, de az biztos, hogy ha befizették a rezsit belőle, akkor ott van még az élelmezés, a ruházkodás, és még az egyéb dolgok, amikre lehet költeni, és még a szórakozást, azt már bele se vettük azt meg, hogy így fejleszteni az eszközeiket, eszközfejlesztés, az meg már egy szóba se kerül. Na, a másik dolog, amit
el akartam mondani, hogy mielőtt még bárki belefogna ebbe a YouTube-ozásba, illetve azt gondolja, hogy na hát csak videókat kell feltöltenem, meg itt pofázni a kamera előtt, vagy esetleg játszani a játékokkal és feltölteni, és már dőlne a pénz, hozzá kell tennem, hogy ez nem ilyen egyszerű. Egyrészt nagyon sok munka van vele. Tényleg egy-egy videó elkészítése, hát egyszerűbb esetben addig tart, amíg ugye felveszi a videót az ember, az bármennyi idő, amennyit tart a videó, és utána ezt feltölteni, és mondjuk egy átlagosan, akkor ez így egy óra az életetekből, de ha valaki professzionálisabban akar ezt hozzáállni, és azért a legtöbben így vagyunk vele, akik szeretnének ezzel komolyabban is foglalkozni, és sikereket elérni, tehát azok szerkesztik a videóikat, gondosan kitalálják, hogy miről szeretnének videót készíteni, akkor utána azt felveszik, ha nem sikerül úgy, akkor újra felveszik, utána szerkesztik, vágják a videókat, majd utána a feltöltés közben is figyelnek a különböző dolgokra, hogy megfelelően be legyen tegelve a videó, jó címe legyen, ezt megfelelő platformokon még Facebook, Twitter, stb. Így ugyanúgy feltöltsék, és akkor ezt követően megy fel a videó, úgyhogy akár több 10 óra munka is lehet egy-egy videóban. Úgyhogy nem olyan egyszerű ez a dolog, ezért van az, hogy vannak olyan videósok, akik 2-3 hetente adnak ki csak egy újabb videót, mert mondjuk mellette még dolgoznak is, mert muszáj dolgozni, mert ahogy mondtam, ebből megélni ma sajnos nem nagyon lehet. Aki szerencsésebb, azok egy egészen jó havi mellékes bérkiegészítést kereshetnek vele, de ez ma jelenleg a maximum Magyarországon. A másik dolog, tehát így az idő-energia befektetésen túl, az ugye a kezdeti költségek, az alaptőke, ami szükséges ahhoz, hogy valaki YouTube videózással tudjon foglalkozni. Mire van szükség? Számítógépre, monitorra, most csak egy ilyen minimálisra, tehát mindenben a leghikomatabb felszerelést veszük alapul, mondjuk egy 100 000, 120 000. Kell internet kapcsolat, ott mondjuk nem árt egy jobb, tehát olyan 5-9 000 körül havonta, az havi költség, ezt hozzá kell tenni. Akkor ha valaki vlogozással vagy ilyen felvételeket akar csinálni, akkor ugye kell egy kamera. Hát a webkamerák olcsóbbak, a kézi kamerák már jóval drágábbak. Hát ha webkamerát, akkor az olyan 15-20 000, ha a kézi kamera az 60 000 és határa a csillagos ég, mondjuk 60 000. Egy mikrofon, amiből hát a legolcsóbbak ilyen 2-3 000 forint körül vannak, de ha egy jobb mikrofont akar, akkor 12 és 40 ezer forint között mozog az ár, de mondjuk azt, hogy 2-3 000-eset vesztek így kezdetnek. Illetve hát a többi az opcionális erőteljesen, és nem is biztos, hogy egy kezdő videósnak szüksége van rá, illetve a leleményesebbek ingyen is beszerezhetik őket, nem túl legálisan, de kell egy videószerkesztő program, ami olyan 30 ezer forint közül mozog, attól függ, hogy kitől és melyiket veszed meg, de ott is vannak drágábbak, meg olcsóbbak, és egyéb programok, amikről mondjuk a videókat készítitek, legyenek azok játékok, vagy egyéb szoftverek, vagy bármi, ami még kell a videókhoz, akár eszközök, vagy kameraállvány, de az már teljesen opcionális, de mindent összevetve egy olyan 200-250 ezer forint az úgy szükséges ahhoz, hogy valaki egyáltalán elkezdhessen videózni, mert ugye akkor máskülönben nincsenek meg a szükséges eszközei hozzá. Tehát ugye én azt mondanám, hogy ez egy hobbi. Egy olyan hobbi legyen, ami bevételt tud nektek teremteni, és azért kevés ember mondhatja magáról azt, hogy a hobbiával kis keresete is van, amit utána vissza tud forgatni vagy a hobbiába, ez mondjuk erősen javasolt, hogy utána fejlesztesse, jobb minőségű videókat tudjatok készíteni, vagy pedig ugye magára, vagy pedig a családjára költheti ugye a havi bevétele mellett. Aztán nagyon sokan ugye látjuk azt, hogy a külföldi videósok azok nagy büszkén reklámozzák, hogy ők már ezzel foglalkoznak, 0-24, ott hagyták a régi állásukat, és most már csak a YouTube videózásból élnek, és nem is rosszul. Ez mind szép és jó, és igaz. Ellenben két dolgot, azt nem árt, hogyha ilyenkor
tisztázunk. Egyrészt nyugatabbra, ugye főleg így angol nyelvterületen, ha egy angol nyelven befutnak a videók, akkor az ugye sokkal szélesebb nézőközönséget tud megfogni, ugye nem csak 10 millió magyarból, ha most magyar nyelven készítek videót, tehát az elsősorban a magyar nyelvi közönségnek szól, de ha már angol nyelven készítenék, akkor az 4-500 millió emberhez szólhatnék vele, vagy akár milliárdokhoz, mert ugye angolul már manapság még a északi sarkon az eszkimók is értenek, ha lenne internetük. Tehát nagyon széles nézőközönségből tudnak válogatni, de ezzel együtt nehezebb befutni is, mert nagy számok törvény alapján készít valaki egy videót, és abból másik 150 ezer ember készített már lehet videót, még mondjuk Magyarországon sokkal kisebb így a vetélkedés így a videósok között még. Tehát ez az egyik, sokkal szélesebb a potenciális nézőbázisa az angol nyelvi videóknak. A másik dolog az az, hogy a nyugatabbra lévő cégek, akik ugye pénzt fektetnek a hirdetésekbe, sokkal nagyobb tőkét fektetnek be a nyugati emberekbe, mint ezt mondjuk a magyar befektetők teszik. Csak így összehasonlításként, ezek nem konkrét számadatok, csak így becslés, hogy érzékeltessem a dolgot. Tehát ha mondjuk egy nyugati ember kattint a hirdetésekre, akkor abból a videósnak 20 és olyan 80 forint közötti bevétele származik. Mindeközben Magyarországon, ha egy magyar ember kattint valakinek a hirdetésére, akkor abból a videósnak 2, illetve 15 forint közötti bevétele származik átlagosan. És most így ezzel érzékeltettem is a különbséget, hogy milyen, mennyi, mekkora szakadék van még jelenleg a külföldi reklámkampányok és a magyar reklámkampányok között. És ezért is van az, hogy sokkal jobban meg tudnak élni a külföldi videósok, mint mondjuk, ha ezt Magyarországon tennék. Tehát ezt is mindenképp számításba kell vennetek, mielőtt így hozzáálltok. Sokan kérdezitek, hogy ugye miből jön a pénz, megtekintésből, vagy pedig a reklám megtekintésekből. Az utóbbiból, bár, tehát azt hozzá kell tennem, hogyha valaki egy partnercéggel leszerződik, lehetőség van nagy ritkán olyan szerződési feltételeket kicsikarni a partnercégből, hogy 1000 megtekintésenként fix összeget adjanak nektek, és ez azért sokkal előnyösebb is lehet, főleg ilyen magyar viszonylatokra való tekintettel, de mondom, erre nagyon ritka és nagyon kicsi az esély, hogy ilyen feltételeket kiharcoljatok, de nem lehetetlen. De alapvetően ezzel se nagyon számolnék, ha viszont egy partnercég keres meg titeket, és ez a jobbik eset, tehát amikor nem ti kulcsoltok, hanem ők jönnek hozzátok, akkor meg lehet kérdezni, hogy van-e lehetőség fix nézettség után fix fizetésre, és hogyha kedvező árat mondanak, ami nektek szimpatikus, akkor abba bele lehet menni. Ha így satszolni kéne, ha ilyen, hát 200 forint fölötti összeget mondanak, akkor abba már érdemesebb lehet beleugrani, de mondom, ezt annak függvényében gondoljátok végig, hogy nektek havonta hány ezer nézettségetek van, és akkor 1000 nézőnként, ha mondjuk 200 forint fölötti összeget mondanak, azt már lehet megéri, de mondom, ezt mindenkinek a saját döntésére bízom. Jól van. Hát úgy ennyi lett volna, illetve még azt hozzátenném, hogy havonta változhatnak ezek a hirdetői trendek. Tehát vannak olyan hónapok, ahol így kevesebb, vannak olyan hónapok, ahol jobban megy, főleg így karácsony előtt, ugye akkor ugye a hirdetők is több pénzt ölnek ezekbe a hirdetésekbe, hogy minél többen a karácsonyi lázba, hogy menjek vásárolni, fogyasz, és akkor így akkor jobban jön a della is, úgyhogy ezekre a havi trendekre is érdemes figyelemmel lenni.
Jól van, és a videó elején még mondtam nektek, hogy ugye szeretnék beszélni így a jövőről, illetve az én elképzeléseimről. Ugye jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem lehet megélni, vagy csak minimál bér, vagy az alatti kis jövedelem kiegészítésnek jó, vagy zseppénznek. Ugye egyetemistáknak, gimnazistáknak ez nagyon jó, hogy pár ezer forint havonta. Úgyhogy mi is az én jövőképem? Én mindenképp azt látom, hogy a televízió a szép lassan kezd háttérbe szólni, ugye én nekem sincs tévém, nem is nézek tévét, és nagyon sok ismerősöm van ugyanezen a véleményen. Egyszerűen így megcsömörlöttek az emberek a televíziótól egy ilyen-olyan indokokból kifolyólag, és szépen mindenki fedezi föl az internetet, ugye jelen van már a hétköznapjainkban, szinte mindenütt okostelefonok, okostévék, mobil internet, és még sorolhatnám. És én abban bízom, hogy szép lassan a hirdető cégek itt Magyarországon is, mert nyugatabbra ezt már így tényleg komolyabban veszik, de Magyarországon is egyre inkább átállnak így a kereskedelmi tévécsatornákról az internetes platformokra, és ezáltal a YouTube-ra is. Nem véletlenül, hogy az utóbbi másfél-két évben kezdett el jobban kiépülni a Google Magyarországon is, és a YouTube partnerség is Magyarországon, úgyhogy egyre több érdeklődés van ez iránt a platform iránt, és remélhetőleg szép lassan a reklámozó cégek is ide át fognak jönni. És ez azt jelenti, hogy az a pénz, tehát írdatlan nagy pénzmennyiség, amiből az egyes kereskedelmi tévécsatornák ugye eltartják magukat a reklámokból, azok szépen a YouTube-nál, illetve a Google-nél fognak kikötni, illetve a partnereknél. És gondoljatok bele, hogy akkor azok nem egy-egy cégnél vagy tévétársaságnál fognak landolni, hanem magánembereknél, vagy olyan kisvállalkozóknál, mint mondjuk mi is, tehát akik így csatornát hozunk létre azért, hogy kreatívkodjunk, hogy segítsünk másoknak, hogy szórakoztassuk, és ebből egy kis részesedést remélünk, illetve a munkánkért némi bevételt. És akkor, ha ez megvalósulna, hozzáteszem, ez csak én nekem egy ilyen utopisztikus elképzelésem, nem biztos, hogy így lesz, de én bízom benne. Ha ez megvalósulna, akkor azt tudom mondani, lehet pár év múlva megint megkérdeztek, hogy aki keményen dolgozik, és aki komolyan gondolja, az igenis meg fog tudni élni belőle Magyarországon is, és akkor el tudja magáról mondani, hogy én hivatásos videós vagyok. Na, ennyi lett volna ez a kis okfejtésem, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót is, és ha további kérdéseitek vannak, akkor nyugodtan a kommentekbe, vagy pedig az e-mail címemre várom őket. Az utóbbiakat meg is válaszolom, vagy a heti kérdések és válaszok szériában, vagy pedig személyesen visszaírok, ha a videóban nem kerülne bele a válaszom, úgyhogy érdemes azokat is nézni. Én megköszönöm a figyelmet, és további kellemes napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!